Visit Hargita appon felfedeztem a Carpathian Escape csapatát. Ők hegyi túrákat szerveznek, és ma fogok velük találkozni Csíksomlyon a parkolóban. Azt ígérték, hogy egy gyönyörű hegyvidéki túrára visznek. Szevasztok, fiúk! Sziasztok! Ezekkel az autókkal megyünk? Igen. Örvendek, Pál Bíborka vagyok. Hello! Szervusz, Pál Bíborka. Örvendek. Csíksomlyót elhagyva néhány percig még az országúton haladunk, Csíkszépvíz irányába. Majd a Szépvízi gáttól 1 kilométerre jobbra, aszfaltozott úton haladunk tovább, a Csíki havasok fele. Első megállónk a Csíki havasok központi részének legmagasabb csúcsa, a tengerszint fölött 1496 méteren található szellőtető. A tetőn egy régi métafa és egy Szent László kopjafa fogadja a kirándulót. Nézőket, hogy konkrétan milyen programot állítottatok össze, miről szól ez a terepjárós túra? A terepjárós túra folyamán végigjárjuk a Keleti-Kárpátoknak a történelmileg érdekes helyszíneit. Tudni kell azt, hogy az Árpád vonal számos erődítménye található, akár csak itt a Szellőtetőn, ahol most vagyunk. Ezek ilyen körkörösen futó védművek voltak, ahol megpróbálták felvenni az orosz hadsereggel, a szovjet hadsereggel a harcot. Tehát egy védelmi rendszer. Igen, ez egy védelmi rendszer volt, hogy ne tudjanak áttörni a szoroson. A keleti Beszkidektől, ez Ukrajna területén van, egészen le a Csukás hegységig, 600 km hosszan húzódott, és a szorosok, átjárók, hegycsúcsok lezárására alapozott. A természeti határoknak a lezárása. Elég részletesen kutattad te ezt a témát, és tudsz nagyon konkrét helyi történeteket is. Említettél nekem már egy kapitányról, vagy katonáról, akivel történt itt ezen a helyszínen valami. Igen, 44. szeptemberében történt az, hogy az orosz hadsereg a Csobányos völgyén próbált följönni, hogy hátba kerítse az 1000 éves határnál lévő egységeket. És akkor nagyon erős tüzet zúdítottak az itteni részre, hogyha megnézzük körbe, mindenhol látszanak az apró kis becsapódásoknak a nyomai. Két nap alatt a feljegyzések szerint majd 280 ember halt meg. És ez az udvarhelyi egységnek a parancsnoka itt idegösszeroppanást is kapott. Ez a sáncnak mondanám, de mivel tudom, hogy az Árpád vonalon vagyunk, ez nem sánc, hanem lövészárok? Lövészárok, így van, lövészárok. Fent a hegytetején mindenhol ilyen természetes árkokat ástak, nincsenek betonbunkerek. Tehát az Árpád vonalról tudni kell azt, hogy a forgalmasak utak mentén, majd elmegyünk a Bagolyvárhoz, ilyen betonozott erődítmények vannak, úgymond, ilyen géppuska fészkek, ahol úgymond biztonságos környezetben tudták várni az ellenséget. Itt fenn a hegy tetején, mivel majd 1500 méteren vagyunk, elégséges volt csak az ilyen földbe ásott védelmi vonalaknak a kiépítése. Tehát akkor itt várták a katonák, vagy itt megbújva az ellen? Igen, igen, bele lehet feküdni. És melyik, arra felelőttek, vagy arra lőttek? A kelet irány, tehát keletről várták a hadsereg, az oroszokat. Tehát akkor ide így fel voltak hasalva? Igen, belefeküdtél, és körülbelül ez volt a pozíció, amiből várták az orosz hadsereget. Szerinted kaptál olyan feljegyzést, hogy maradhatunk is így
kaptam a fejét, vajon mennyi időt töltött egy hasonfekvő katona? Nagyon érdekes, tehát Sebüödön leírja a halálra ítélt zászlóaljába, hogy ott aludtak a katonák. Így? A lövész árkonban. Szegények? Így van. Tehát neki van, amikor már a fáradtságnak egy olyan fázisába ért, hogy a lövész árkonba begugol a katonája mellé és elalszik. És a katonája nem költi fel 10 percet, hogy legalább tudjon ő az alatt pihenni. Tehát el se tudjuk mai ésszel képzelni azt, hogy mi zajlott akkor ezekben a lövészárkokban. Motorsírónak hívják ezt a helyet. Már ugye a hangzásából gondolhatja az ember, hogy a hadi történetileg fontos helyszín lehet, de a részleteket azt te, István, jobban ismered. Elmondod nekünk, hogy mi történt itt? Hát igazából itt minden motornak hívtak, ami burrogott. Tehát legyen az egy tarackvontató, egy teherautó, egy járóüteg. Tehát bármi, ami burrogott, az a csángóknak, vagy a székelyeknek az motor volt. És hát a sírülés ugye az a megfordulás. Tudjuk, hogy mit jelent megsíríteni egy lányt. És ezt még az első világháborúba építették ki. Nem ebbe a formába, ezt a vasbeton megerősítés ezt a második világháborúba kapta, de már az első világháborúba a hadi útnak a része volt. Ide jöttek fel ezek a nehéz és lomhai és erős gépek Szépvízről, mert az ellátmány az vasúton érkezett Szentmihályról, átjött Szépvízre, Szépvízről kihozták ide, és akkor itt meg kell forduljanak ezek a járművek, ezek a motorok, és itt egy forgózsámolyon sírítették meg őket, utána mentek vissza a következő kanyarért. És a második világháborúban ezt ugyanúgy használták, akkor épült ki ez a vasbeton szerkezet, és akkor is az ellátmány a teherautókon idáig érkezett fel, itt fordították meg egy forgózsámolyszerű szerkezeten, és innen lóháton vitték tovább az ellátmányt Szellőre, ahol az előbb voltunk, meg végig itt a Védvonalon le egész Apalvasig. Most mi kijöttünk a Szellőtetőre, és akkor körülbelül az valahol itt van, a térképen nincs rajta, akkor előre jön a Vas irányába, és akkor be fogunk jönni a Borospataknál. Szellőtetőről, ezen a Hepehupás úton jöttünk át az Apahavasra. Ez pontosan a történelmi Magyarország határát képezte. Ott bent a völgy az már a regáthoz tartozott. Hogyha előre nézünk, látszik a Kontumáci kápolnának a fehér kis fala. Tehát ott bent van a Rákóczi vár 1000 éves határ. És a Sánc patakán ment folytatódott tovább a régi történelmi határ. A Rákóczi várnak a 44-es harcok idején ez volt az egyik déli magaslati pontja, ahonnan belőtték.
idővel aztán elveszítették a két hetes harcok folyamán, és túloldalt van a Bilibók tető, amelyik az ellenkező ilyen magaslati pont volt. Itt, hogyha megnézzük, nagyon szépen körbe látszanak még a lövészárkok, ahogy körbe futnak. Ezek az ásott erődítmények, ezek körvédőképes és körvédő kötelesek is voltak. Tehát úgy volt, hogy középen egy parancsnoki bunker, egy központi hely, ahova bombázás idején vissza lehetett vonulni. Ez általában betonbunker volt. Ide, mivel, hogy egy magaslati ponton vagyunk, nehéz lett volna ezt felhozni, valószínűleg azért nem építettek, pedig eléggé közel van úgymond a várt támadási irányhoz. És itt a központi részről könnyen tudtak mindig kirajozni úgymond a katonák abba az irányba, honnan a támadás érkezett. Általában egy raj látta el egy ilyen erődítménynek a védelmét, ez attól függ, hogy mennyire volt felszerelt, ez ilyen 10-12 főből álló kis egység lehetett, és a beépített géppuska fészkek általában egy vagy kettő, tehát nem voltak épp annyira felszerelve ezek az erődítmények, ezért is van az, hogy igazából komoly katonai stratégiai pontként a Rákóczi vár működött, amely két hetet, tudjuk, hogy két hetet állította meg a szovjet-román erőket. Az Ojtuziszoros az hamarabb elesett, és attól északra ezek a pontok a Szellőtetőnél próbálkoztak, majd itt Apahavasnál, ott lent Rákóczi várnál. Így folyamatosan északra haladva minden egyes magaslaton, átjárónál kivehető a harcoknak a helyszíne és az erődítményeknek a nyomvonala. A kirándulásunknak muszáj megmutatnom, hogy mennyi gomba van a hegyekben, ezek őzlábak, gyönyörűek, szépek, nagyok és egészségesek, és még mindig van, még mindig, nézzék meg, milyen szépeket találok, gyönyörűek, úgyhogy amikor a kirándulásunk végén hazaérünk fáradtan, ezeket pikpak pár perc alatt megsütjük, és már meg is van a vacsi. Hát nem szép, mint egy csokorvirág. A hegyeket hátrahagyva Gyimes fele tartunk. A völgybe a Boros patakán keresztül ereszkedünk be, hogy Gyimes felső lokon felkeressük a Bagolyvár nevű sziklacsúcsot. Erre a kis csúcsra, az ne higgye azt, hogy itt egy várkastély volt. Ez is hadtörténeti helyszín. Így van. Tehát egy második világháborúban vasbeton szerkezettel megerősített erődítményről beszélhetünk, aminek azon a részén látható a parancsnoki bunkere, amit felrobbantottak. Tehát ezek onnan tudjuk, hogy felrobbantották, nem külső találat hatására semmisült meg, hogy a tető szerkezet kettérepett és így szétnyílt. Akkor belülről mint egy bomba, belső erő feszítette erő. Szét. Amúgy jellemzően ez a megsemmisülésüknek az oka itt az Árpád-vonal szinte összes bunkerének, mert az oroszok majd a 68-as prágai tavasz után a román hadsereg, hogy ne legyen egy ilyen háttér létesítmény, amit esetleg harcokhoz fel tudnának használni, ezért berobbantották szisztematikusan sorra véve ezeket a bunkereket. Itt most, ahol vagyunk, tehát ahogy mondtam, a parancsnoki bunkernek a helyszínén vagyunk, és körülbelül 4 méterrel alattunk lehet bemenni a bunkerekbe, legalábbis ami maradt, 33 métert sikerült ebből feltérképezni, ami tehát a fő bejárat az be van robbant, hanem oldalt a kis lyukakon vagy a lőréseken lehet beférni. Igen, ezekbe be lehet menni,
A növényzet egy picit benőtte, de hogyha tudja az ember, hol keresse, akkor teljesen bemegyünk egybe. Itt vagyunk egy hatszög alakú lőrésben, ami beszakadt. Látszik a robbanás hatására, amikor bentről kifele tolta a robbanás ereje, akkor elvált a sziklafaltól. Itt volt a lőrés, innen tudták a tűz alatt tartani a völgyet, és ami érdekessége volt ezeknek a géppuska fészkeknek vagy bunkereknek, hogy általában egy ajtóval el volt zárva, hogyha az ellenség behatol a fő bejáraton, akkor ők még mindig, amíg a lőszerből tart, addig még mindig tudjanak lőni. Volt szellőző része, volt télen fűthető, a kályhacső rész kimenve, tehát hogy az elgondolás az nagyon jó volt. A megvalósításba csúszott bele egy kis hiba a román átállással, hogy nem volt idő feltölteni munícióval, meg mindennel kellőképpen ellátni ezeket a védelmi rendszereket. Mivel hogy egy eléggé instabil robbanás következtében össze-vissza repedezett barlangrendszerről beszélünk, nem igazán ajánlatos ezt saját szakára felkeresni, megfelelő felszerelés és megfelelő tudás szükséges ahhoz, hogy biztonságos körülmények között ezeket meg tudjuk látogatni. Még hogyha előbbre jövünk egy picit, akkor látjuk a fő útvonalat, ami a parancsnoki úthoz vezethet, így lehet besatszolni az alapján, amilyen irányba következik. Mik ezek a vasak, te? Tehát ezek a tartók, ezek a tartók, tehát látszik, hogy ez ilyen 14-16-os vasbeton szerkezet, ami egy ilyen hálós szerkezet, látszik, hogy hálós szerkezet. Azt a végig, és ez egy nagyon-nagyon erős tartást adott. Tehát hogyha ezt az erős robbanást kibírta, akkor ne látszik, hogy milyen... Kicsit repelezett meg csak. Hát beszakadt, de hogy nem szotyogott szét, nem hullott darabjaira az egész, hanem még mindig úgy, ahogy megtartotta. Még mindig van benne? És akkor itt vagyunk a legépebben megmaradt géppuskafészek. Ide akasztották be a géppuskának az újonc szakállát, és akkor oldalra és lefelé tudtak. Itt nem volt ennyi törmelék előtte, tehát ez a robbanás hatására szóródott szanaszírra. Törmelék. Itt volt a kémény, az úgynevezett kémény, ezt télen is fűthetőre tervezték ezeket a bunkereket, és ott lent volt pedig a piszoár, hogy a katonák ne kéne elhagyják a helyszínt. Hát most így gombásan, Pál Viborka, nagyon örülnek. Igen, hát ezt a kirándulásunkon szedtük ezeket a gyönyörű amizlábbá gombákat, meg is kérnünk szépen akkor az kigyimest, hogy megsüthetnénk itt, hogy a csapat majd, amikor már végzett, akkor elfogyasszuk. De hát a főként azért kerestük fel ezt a létesítményt, mert ugye a Visit Hargita létrehozta a Family Friendly csoportot, egy családbarát csoportról van szó, olyan vendéglőkről, szálláshelyekről, amelyek figyelnek arra, hogy a gyerekek is, a családosok is jól érezzék magukat. Az kígyimes esetében mi az erőssége a Family Friendly szempontjából ennek a létesítménynek? Igen, amit már bizonyára ismerik, ugye sipályánk van, boppályánk van, de ezen kívül, ami erőssége, amit kértek természetesen az elvárásoknak megfelelni, azt megoldottuk. Azon kívül van egy olyan játszóterünk, ami teljesen zárt, tehát a gyerekek nem tudnak kimenni onnan. Télen pedig van egy játszóházunk, ahol akár ott is hagyhassák a gyereket egy pár csúszás elejéig, míg síznek, vagy valami hasonló. Tehát ez, amit be kellett sajnos a járvány miatt zárjunk, tehát most épp nincs nyitva, de amúgy
van egy ilyen játszóházunk is, ahol hagyhassák a gyereket nyugodtan. Így meg voltam illetődve a boppájátokon, de hát fantasztikus. Általában mindenki. Mindenki? Hát na, én először voltam úgy, hogy a meglepetés erejével hatott, ahogy azt szokták mondani, nagyon izgalmas, nagyon vagány, úgyhogy családoknak tényleg kiváló program. De ne felejtsük ki azért a gasztronómiát sem, hiszen a vendégeket az is érdekli, hogy milyen ínyenségekkel ismerkedhetnek, vagy mi az, amit ti tudtok kínálni. Nemzetközi konyha, vagy helyi specifikum, vagy is-is a ti esetetekben? Is-is, tehát mindkettő megtalálható. A helyi specifikum, ezek közt értem azt, hogy van a hidegtálunk, ami szalonna, kolbász, vöröshagyma, túró, amit nagyrészt mi állítunk elő. És akkor helyi alapanyagok? Igen, igen. Ugyanúgy töltött káposztatát azért megtalálhatók ezek is. Ami viszont érdekességünk az a lávaköves grilltálunk, ami abból áll, hogy kapnak mindenki egy előkészített húst, úgymond készítetlen húst, bepácolva. Tehát bepácolva, elő van készítve, és kapnak egy forró lávakövet, amin megkészít ízlés szerint mindenki. Saját magának sütögethet. Amennyire akar, a körettel, persze mindennel. Annyira süti az ízlése szerint, mindenki ízlés szerint süti. Szuper. Ó, és megérkezett a gombánk, köszönjük amit pedig szépen. Mi hoztuk. Nagyon szépen köszönjük.